sokkal vissza is tudja venni a pozícióját Jenson Button. Jól el vannak itt egymással. Viszont a első év mándanádói. Jenson Button nagyobb lendülettel érkezik, és most megint ő van belül. Szép verseny, hogy össze ne érjenek. Bizony. Ez is szép volt. Mándanádó, de szépen megcsinálta ezt a helyzetet. Szóval ugye a szabályok szerint a 12 büntetők, hogyha valakinek összegyűlik, Álljó Kománcu, ugye ő Rozsán versenybérnöke két dolgozott az előző szezonban, sokat veszekedtek. Most már nem versenybérnök, most már csapaton belüli bérnöki szerepe van, de nem egyik pilótának sem versenybérnöke. Bátran visszatámad. És ugye ott marad Mádonádó mögött. Mádonádó, ez már szét a versenybérnök. Aki kirejtőre ennél dolgozott. Igen. Bátran nyitott DRS-sel. Belsőbe húzódik, és kikerülik Pásztor Mádonádot. Hát majdnem, azért még el kell fordulni. De ez is megvan. A másik megtalára mondával Alonso. Na, Mádonádó bekerült a bulika. Igen. A világbajnokok között kell most helytárni a derék venezuelainak. Szóval, ha 12 büntetők pont összegyűlik egy naptárén belül, akkor egy futamos eltiltás következik, és ebből már van 8 ilyen büntetőpontból Mádonádónak. Befejeztem ezt a gondolatmenetet, Alonso milyen erőssel érkezett meg, ő teljesen más ívet választ ebben a hosszú, nagyon hosszú jobb kanyarban. Alonso megpróbálja azt kihasználni, hogy Mádonádó kénytelen más éveket autózni, és ezért ilyenkor egy kizárása alapján nem van a gondolat, hogy kitessék ennek valamit a pályáról, hanem hogy a pozícióban zárják ki, akkor, amikor nem tud ideális ívet autózni, és ezt a hátuljövő ilyenkor kihasználhatja, persze akkor, hogyha Mádonádó nem figyel. Lehet több pozíciót bukni egy olyan helyzetben, amikor az ember alapvetően egyébként csatában van azért az erőmenő pozícióért, és sokszor 2-3-at is lehet veszteni, akkor hogyha rossz oldalára kerül a vonatnak valaki. Mindig kicsit fura hangja van ennek a hangjának. Fűnyíró, fűnyíró hangja van, abszolút. Hát egy karitatív szolgáltatást is vállalhatnának a hétvégeken. Itt van Jenson Button mögötte Mádonádó, akinek most már a tükrét is figyelnie kell, mert mögötte közeledik Fernando Alonso. 49. kör, 7 van még hátra a kínai nagydíjból, és Pásztor Mádonádó nem a tükrét figyeli, hanem inkább megelőzi Jenson Button. Hát megint a látfordulós. És megint visszamegy elé. Most nem elég a kigyorsítás Mádonádónak kellett, viszont most nem jó az így, Mádonádó belülről kell fordulni, jól vissza fog támadni. Button, sokkal Alonso is közel. Hoppá, hoppá, összeérnek! Jenson Button és Mádonádó összekoccantak, és Mádonádó autójáról is, mintha letört volna valami, tudja elfolytatni a Lotus pilóta. Hát ezért kárt, pedig egy nagyon jó csata volt most keresztül. Ezt talán Button nézte most be, mert csak az ismétlésemet csak Alonso szemszögéből láthattuk. Dekár érte, szép csata volt nagyon, és végül összekoccant, összeért Jenson Button és Pásztor Mádonádó. Csak sírás lett a vége. Igen. Eric Boullier, a kínai nagydíj előtti napokban megszületett második gyermeke. Valamiről menekülni az évben. Itt van Jenson Button, aki visszaesett Fernando Alonso mögé. Eltölt az első szárnyék lapja jobb oldali. Igen, az első szárny az meghibásodott, vagy eltört. Kérdezték Buttontól, hogy van-e valami. Mondott az autóval. A válasz egyértelmű. Igen. Na, itt érdemes figyelni. Szerintem Mádonádó még időben behúzódott a belső évre. Button megpróbált oda belülni. Nem. Button rontott el teljesen. Button hibája volt, mert hogy elfékezte magát, megpróbált belülre menni, aztán rájött, hogy nem tud, megpróbált kilépni a mozdulatból, viszont akkor már késő volt a fék. Button belülről, és ott érnek össze. Ugye majdnem összeütköztek itt a bukótérben. Keresztbe csúszó Mádonádó autója majdnem összeszedte. Button minden, ugye megint csak az látszik, ami... Ott érnek össze. Az élőképpen is. Alonso örült viszont, nyugodtan átment ezen a két autón. Két